Jó srácok, üdvözlök mindenkit a csatornán! Nem mást fogunk most csinálni, mint megnézzük, hogy hogyan kell használni a Twittert, illetve mire jó ez a Twitter. Sok embernél látom, hogy próbálkozna és átjönne Twitterre és megnézni, hogy mit lehet itt kezdeni, viszont átjönni Facebookról és megismerni ezt a platformot nem olyan egyszerű, mármint sok embernek nem, és sokan ezért nem is töltenek ezzel elég időt, illetve egyszerűen csak nincs semmi oktató jellegű tartalom, tehát én is rákerestem, hogy hogyan használjuk a Twittert, és ilyen nagyon régi cikkek voltak, videók abszolút nem voltak, úgyhogy nagyon sok cikkem született is, és nagyon sok cikkel és videóm született úgy, hogy rákerestem valamire, nem találtam, utána jártam a dolognak, és megosztottam ezt veletek, hogy nektek már ne kelljen ennyire utána járni, úgyhogy ugyanezt fogjuk csinálni most a Twitterrel is. Vágjunk bele, én belépek a saját fiókomba. Ez fog fogadni titeket. Hát igen, ez itt a feed. Ugye Facebookon is hasonló a feed felépítése, ugye? És itt láthatjuk azokat az embereket, azokat a dolgokat, azokat a márkákat, azokat a fiókokat, akiket követ. Na már most itt bal oldalt láthatjuk a mi kis összegzésünket. Ugye ennyi tweetünk van. A tweet az egyenlő ugye a poszttal, ennyit követünk és ennyien követnek minket. Itt pedig bal oldalt a trending van. Alapból a hashtagek nem arra valók, hogy megmutassuk, hogy hashtag legjobb nyaralásom az évben című hashtagekre rakjunk ki posztot, hanem igazából itt a trendinget, ugye most amikor veszem fel a videót, akkor a GOT, a Huawei botrány van, ugye a Hungarian az mindig itt van, szinte váltokozik a Budapesttel, és ugye itt, ha ezekre rámegyünk, akkor láthatjuk is, meg is nézzük a Huawei-nek a fő trendingjét, ugye itt van látni, hogy ki ebbe a témában mit twittelt, és ugye itt nem muszáj hashtagben megadni, tehát ha csak beleírod a posztba, hogy Huawei, már ide tudsz kerülni, ha értékes a tartalmad. Ugye itt már látjátok is, hogy használtuk itt azt a keresést, tudunk keresni friss hírekre, emberekre, tehát a Huawei-nél itt kijönnek a Huawei-ek, fényképekre tudsz keresni, videókra, meg mindenféle egyéb dologra, de most visszamegyünk ide. Ugye az alapból leesik mindenkinek, hogy szinte ugyanaz, mint a Facebook, tehát üzenetek vannak, ugyanúgy hashtagek vannak, ugyanúgy vannak márkák, és ami viszont különbözik a Facebooktól, hogy ha mi például követünk ilyen nagyobb cégeket, mint például itt látható a DJI, van olyan tartalom, olyan content, ami ide hamarabb kikerül, szinte mindegyik ilyen, tehát a cégek elsősorban ide szokták publikálni az új megjelenéseket, az új híreket. Így van ez azzal is, amikor leáll az Instagram, vagy valami nagy bug van az Instagramnál, akkor az Instagram az ide fogja legelőször kiírni, hogy mi újság vele, úgyhogy emiatt is érdemes ugye itt jelen lenni. Ugye külföldön nagyon népszerű, tehát ha celebeket, zenészeket, sztárokat, akárkiket akarunk követni, nagy embereket, akkor ők is Twitterre szoktak posztolni, ugye nagy youtuberek is Twitterre szoktak posztolni, és például Elon Musk is Twittert használ, meg hát szinte mindenki, szóval emiatt is érdemes itt regisztrálva lenni, hogy ilyen dolgokról például ne maradjunk le. Na és most jöjjön a posztnak a felépítése. Ugye itt láthatunk egy DJI-nak egy posztját, és ugye ez egy videós poszt. Na már most, mi ugye írhatunk kommentet, ugye válaszolhatunk. Itt ugye válaszolhatunk magára a posztra, ugye ha erre a mezőre megyünk, viszont hogyha ide megyünk, akkor itt ernek a felhasználónak a posztjára fogunk válaszolni, és erről értesül a DJI is, szóval mindenki látja, tehát igazából úgy tudunk kommentelni, hogy mint a Facebookon is, hogy a posztnak az alkotója az mindig látja ugye ezeket a kommenteket. Na már most betetszikelhetjük. Annyi a különbség, nem tudom, hogy Facebookon ott látni-e, itt az ismerőséd látják úgy, hogy XY kedvelte az XY fényképét, vagy tweetjét, vagy ilyesmi. Úgyhogy itt úgy szoktunk lájkolni, hogy
megválogatjuk, tehát nem mindenre nyomkodjuk a lájkot, mint Facebookon, mint az őrült, hanem itt megválogatjuk tényleg, hogy mire fogunk lájkot nyomni, mivel azt látják az ismerőseink. Tehát, ha nagyon sok ilyen érdektelen, jellegtelen posztot lájkolsz, akkor a követőid nem nagyon fognak szeretni, úgyhogy erre érdemes figyelni. És itt van a retweet, amit pedig mutatom is, hogy miről szól, úgy itt megjegyzést adhatunk hozzá. Most legyen egy kis mosolygós fej, és twitteljük. Ugye már is rámegyünk a profilomra, és itt láthatjuk, hogy megjelent, ja itt a kitűzött tweet, megjelent itt, hogy én ezt retweeteltem, gyorsan törlöm, mielőtt még bárki meglátná ezt. Na már most, ugye itt vagyunk a fő profilon, ugye ez a retweet, ezt is mindenki látja, ez olyan, mint egy megosztás, de picit más, tehát picit így barátibb szerintem az egész, tehát sokkal jobb, mintha megosztanál egy posztot, de lényegében ugyanaz a funkciója, tehát ez az, ami sok embert meg szokott téveszteni. A másik az, hogy átjövünk ide Facebookról, és nincs követünk. Nem tudjuk, kit kövessünk, ugye, tehát így az szokott lenni, hogy az ember átjön, regisztrál és látja, hogy itt nincs semmi, meg nincs senki, és akkor tovább áll. Na már most ez úgy működik, hogy igazából Facebookon is, amikor beregisztráltál, akkor ott nincs senki, viszont mégis találkoztál emberekkel, találtál érdekes embereket, ezzel én is így voltam, elkezdesz twittelgetni, nem biztos, hogy szét fognak lájkolni rögtön, viszont elkezdett keresni a celebeket, kommentelgetsz, találsz, felfedezel, hashtagek alapján, és szép lassan kialakul egy bázis, akiket te is érdekelsz, akik téged is érdekelnek, és így tök jó ki lehet alakítani ugye ezt az egész dolgot. Ugye itt látható, hogy hány kedvelésem van, listákat lehet létrehozni, arról mindjárt beszélek is, ilyen pillanatokat, ami nálam is itt van, meg is nyitjuk. Ugye itt ilyen régebbi tweeteket gyűjtöttem össze, úgyhogy ez nagyon jó funkció, ilyen egyébként ez hasonló a Facebookon is van már. Na már most visszatérünk a listára. Ugye nekem itt 4 listám van. Mondjuk most a social médiát megnézzük. Ha a social médiára rámegyünk, akkor itt látható, hogy ezek a tagok, tehát a YouTube, a Snapchat, a Twitch, az Instagram, és itt az ő posztjaikat látom. Őket nem követem, viszont a listámon rajta vannak, és bármilyen update van, vagy ha ilyen témában szeretnék cikkeket olvasni, vagy tweeteket, akkor ugye itt szépen végig görgetek, és akkor itt láthatom, hogy melyik social media oldal mivel foglalkozik, úgyhogy ez is nagyon szuper dolog. Lényegében igazából ennyit kell tudni az egészről, így röviden és tömören. Egyébként szerintem nagyon egyszerű oldal, és sokszor butább is, mint a Facebook, tehát ez jó értelemben mondom, hogy sokkal egyszerűbb szerintem használni, viszont a Facebook után okozhat bonyodalmakat, úgyhogy hát így lényegében ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha bármi kérdésetek van, mindenképpen tegyétek fel kommentben, ja, egyébként statisztikákat is lehet itt nézni, tehát meg tudod nézni a tweetjeidnek a statisztikáját, úgyhogy ja, ennyit szerettem volna, így röviden ez egy ilyen Twitter gyors talpaló volt, úgyhogy és köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Mondom, hogyha bármi kérdés van, akkor tegyétek fel kommentben. Addig is legyetek jók, sziasztok!